Ha összehasonlítjuk a tavalyi és az idei év kezdetet, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy a tavalyi évhez képest másfélszeresére bővült a intézési helyének száma, hiszen még tavaly ilyenkor 117 helyen voltunk jelen az országban, addig idén már a kormányablakban jelenlévő NAV ablakoknak köszönhetően 181 helyszínen jelenik meg a NAV ügyintézése. Például egy vállalkozás alapítása, amit jó, hogyha a vállalkozás tevékenységét kezdő egy helyen meg tud kérdezni, a kollégák segíteni tudnak neki. Ezt a tevékenységet segíti az adóhivatal új jogintézménye, a mentorálás intézménye, amely azt célozza, hogy az első 6 hónapban a kezdő vállalkozásoknak fogjuk a kezét, segítsük őket ügyeik intézésében. Ne érje őket kellemetlen intézkedés annak folytán, hogy valamilyen kötelezettségüket nem tudnak helyesen kezdő voltukból fakadóan teljesíteni. Szent László városában vagyunk, és Szent László a magyar emlékezetben egy rendkívül pozitív személyiségként, királyként, uralkodóként maradt meg. De nem csak arról volt híres, hogy legendák kötődnek a nevéhez, hogy szigorú törvényeket hozott, hanem arról is, hogy egy rendezett világot épített. És hogyha valamiféle párhuzamot keresünk az akkori kor és a mostani kor között, én azt gondolom, hogy ez a párhuzam az, hogy mi is egy rendezett világot szeretnénk, egy rendezett államot szeretnénk, egy erős államot, és ez pedig azt szükségeltetik, hogy az államigazgatás az erősen, gyorsan, hatékonyan tudja végezni a rámért feladatokat.